Felföldi László pécsi megyés püspök előadással jelentette a megnyitót a Rév szekszárdi új székhelyén. A segítés szándékában az egyháznak, a révszolgálatnak azonosak a törekvései, mondta. A Caritas és a pécsi egyházmegye közös támogatása és sikeres pályázata eredményeként jöhetett létre az új központ. Az Isten így teremtett bennünket, egymásra bízott. Mindenkinek erre van szüksége, csak van akinek jobban. Mindjárt rászorulunk, hogy emberek mellettünk álljanak, segítsenek, találkozzunk, behaladjunk az úton. Csak vannak az életben helyzetek, ahol már egyedül nem tudok kijönni. Egyedül már nem tudok felemelkedni, egyedül már nem tudok rácsodálkozni, hogy de tényleg létezik az én életemben a valóságnak a jósága és szeretete, és hogy képes vagyok rá. Na, ezt a kettőt kell megmutatni és segíteni, hogy menjen, mint amikor a gyereknek fogjuk a kezét, hogy képes vagy menni, így indul el. Mindjárt így indultunk el. Fogták a kezünket és elmentünk. Néha újra ennek meg kell valósulni. Hogy kezdődik, úgyhogy szeretet hiányos az életem. És akkor utána elkezdek valamikkel segíteni ezen a nyomorult érzésen, és akkor utána magával ránt lefelé. És amikor visszintesen keressük, hogy ugyanazt, amit már az életünkben 6-szor kipróbáltunk, és rájöttünk, hogy nincs benne teljesség, és mégis ugyanott keressük, ez a zsákutca. A szolgálat 1999 óta segíti a szenvedélybetegeket, és az elmúlt esztendőkben már látszott, a régi telephelyük nem alkalmas az egyre szélesebb feladatkörök ellátására. 15-16-ban fogalmazódott meg először a gondolat, hogy kinőttük a Munkácsi utcai ingatlant, és elkezdtünk gondolkodni akkor még a Caritas elnökasszonnyal, hogy mit csináljunk. És volt annyi alaptőkénk, hogy azt mondtuk, hogy elkezdünk házakat nézni Szekszárdon. És 17-ben, ugye akkor még nem indult meg annyira, nem szaladtak el a házárak, 17-ben vettük meg ezt az ingatlant. És elkezdtünk először csak egy kicsit szerényen, aztán egyre jobban, egyre inkább a tervezővel tervezni, és akkor mertünk egy nagyot álmodni, és időközben pedig elkezdtünk tárgyalni az egyházmegyével, hogy át tudnak-e bennünket lenni. Hiszen ahogy folyt az idő múlásra, látszott, hogy ezt Caritas alapítvánnyal nem tudjuk fölépíteni ezt a házat. A kapacitás nőni fog. Így van. Egyrészt jobban elkülönülnek a szolgáltatások, jobban elkülönülnek az aktív szerhasználók és azok, akik a leállási fázisban vannak. És így azt gondolom, hogy a személyre szabottabb, szükségletalapúbb lesz az ellátás. És azt gondolom, hogy így ez mindenféleképpen mindenkinek kedvező lesz. Az egyháznak van célzottan programja arra, hogy segítse azokat, akik szenvedélybeteggé váltak, mondta Felföldi László. Ilyenkor speciális programok, speciális segítségek kellenek, ez a ház erről szól. És egy nagyon nagy ajándék, hogy föl tudunk kínálni szíveket, nem a programok, nem az okoskodás sokszor a legnagyobb dolog, hanem az ember, akik majd itt dolgoznak. Amikor belép valaki feszülten, fáradtan, összetörve, hogyan fogadják? Mit kap az első köszönéskor, az első órában? És ez igaz erre a révházra, igaz egy templomra, igaz egy plébániára, az élet minden területén, hogy hogyan tudunk odaállni azok mellé, akik kérik a segítségünket. Minden csoda, minden igazi változás, az bent történik, ott belül történik. De ebben a saját magamban való hitben elengedhetetlen, hogy nem egyedül vagyok. A Rév új szekszárdi központjának kialakításának teljes költsége megközelítette a 160 millió forintot.